Sziasztok! Én Vera vagyok, és ez itt a Kávé és Smink YouTube csatorna. Elhoztam nektek a 2021 évvégi sminkleltár harmadik részét, amiben a szemceruzák, a szájceruzák, a szempillaspirálok és a szemöldök termékek szerepelnek. Ezeket egy videóban felvettem nektek, megmutatom, hogy nekem most évvégén milyen cuccaim vannak. Fogadjátok szeretettel! Iratkozzatok fel Léci a csatornára, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és írjátok meg nekem, hogy nektek most évvégén milyen termékeitek vannak, vagy mit szeretnétek jövőre kipróbálni. Biztos mindenkinek van terve, meg álom, nekem is vannak már terveim jövőre. Nézzétek meg velem együtt a videót, Léci! Puszinek! A szemceruzáim, a szemöldök termékeim és a szempillaspirálok. Kezdjük a szemöldök termékekkel. Catrice 3D szemöldök pomádéja, ami vízálló, kettőszínű, és medium to dark 0-20-as árnyalatban van meg. Ez egy ilyen dupla tégely, amiben kettőféle színű pomádé van. Ugye úgy szokták csinálni, hogy a sötétebbet a szemöldököd végére, a világosabbat a szemöldök elejére. Én jobban szeretem, ha egyszínű a szemöldököm. Ezt a Halloween is sminkhez használtam, ezt a világosabbat, meg néha, ha olyan hangulatom van, akkor használom, de nem igazán használom azt a világosat nekem, szerintem az nagyon világos. A sötétet szeretem, ezt használom. Már látszik a világosan is elég rendesen, hogy összébb van menve, tehát szárad kifelé. Ez egy nagyon jó krémet cucc volt az elején. Évvégéig használom, de utána szerintem már ki fog száradni a sok nyitogatástól, úgyhogy ez egy jó termék. Közben félrepakolom, amit beszéltünk, mert össze fogok keveredni. Avonnak ez a szemöldök készlete, medium dark. Ebben három szín van, és én a középsőt használtam, mert ez nekem szerintem nagyon vörös. Ez egy ilyen szürkésebb szín. Nem vörös, ez barna, de valahogy nem, még nem használtam, mert még bele se volt nyúlva, úgyhogy nem volt nagy bizalmam hozzá, meg van benne egy ilyen highlighter, ami egyébként szerintem tök jó, hogy van benne highlight, nem tudom, hogy mutassam, hogy lássa a kamera is, így, tehát van benne egy highlighter is, szerintem ez tök jó, meg most, hogy így nézem, kamerám vörösebbnek tűnik, érőbe barna, úgyhogy ez nem egy rossz cucc, de én mostanában nem csinálom porral a szemöldökömet, úgyhogy ezért nem használtam, de egyébként nagyon tetszik. Azt hiszem, egy ezresé vettem akcióba az újságba, szóval tök jó. Rimmel Brow This Way 03-as, 003-as Dark Brown. Én mindent ilyen darkba veszek meg. Ez egy zselés rész, egy barna zselé. Ez meg egy barna por, ugye először a zselé, aztán meg a por megy fel a szemöldökre. Én ezt szeretem. Most szerintem sötét. Tehát ezzel óvatosabban meg tudom csinálni vele, de óvatosabban kell, mert ez most nekem sötét. Kevésbé pigmentált, mint az abból, legalábbis kevésbé tűnik annak. Ez meg a waxnak meg ilyen színe van. Úgyhogy abszolút megy egymáshoz a kettő. Szép, én szeretem. Sokat használtam, mert látszik is rajta, mert így. Tehát ezt sokat használtam. Rimmel ezt tudsz, ez is jó. Közben megtörlöm a kezem. Van az Oriflame-től is egy szemöldök készletem, amivel van kettő ecsetem, meg egy kis spirálos kefém. Ez is kis kompakt csomagolás egyébként. Ebbe is van egy wax, amiben van egy hajszál. Hát nem tudom, hogy melyik ujjamban mutassam, mert mindegyiken rajta maradt a festék. Van egy wax, ami átlátszó, és jó. Tényleg waxos. Ez átlátszó. Aztán van egy ilyen... Hát ez nem is látni a bőrömön. Meg egy ilyen szürkés, tópos szín. Én ezt a legsötétebbet használtam. Egy darabig. Amikor szőkítve volt a hajam, tehát voltak benne ilyen szőke csíkok, akkor használtam ezt a sötétebb színt, bocsika a tüköré, mert az ment a szemöldökömhöz nagyon. Mostanában nem használom ezt, mert szerintem ez nekem már most világos, de egyébként tök jó cucc.
Aztán ez a NYX-es Eyebrow Gel, ami nekem a brünett árnyalatban van meg, ez abszolút nem jó nekem, mert ez vörös. Aki bírnám nyomni, mert egyébként baromi jó, mert nagyon jó. Hát igen, ez elég vöröses. Jaj, de nehezen jössz ki. Tehát ez a cucc, ezt felkem be a szemöldökre, nekem ez vörös volt. Tehát nem tetszett az arcbőrömön. Abszolút nem. Úgyhogy ő de nagyon tartós, nagyon szépen lehet vele dolgozni, viszont nekem vörös volt. Kamerába, kamerába vörösesebb, mint élőbe, de felkemve a szemöldökömre, hát nem tetszett a színe, úgyhogy ő most félre van téve, mert nem annyira tetszik a színe, pedig nagyon jó a cucc, ami benne van, csak hát netről lett rendelve, és úgy meg aztán nagyon nehéz, hogy most milyen árnyalatot rendelj magadnak, de egyébként szeretem, szóval én bárkinek merem ajánlani, de így kamerába is vörösesebb egy kicsit, mint élőbe. Viszont szemedekre fel kell bemondanom, nekem az teljesen vörös volt, szóval. Catrice-nek ez a Brow Colors szemöldök spirálja. Ez ugye így meg is színezi a szemöldököt, miközben helyreállítja. Sokan szeretik. Én mostanában nem használok ilyet. Hát a pomádéhoz én úgy érzem, hogy nem kell. De egyébként tök jó. Szép barna színű. Kicsit vörösesebb kamerában, mint élőben. De ezek tök jó cuccok. Úgyhogy ez a Catrice-es szemöldök kefe. Hát kefek is. Keféje van. Ez nagyon jó. De most a legnagyobb kedvencem, ez a Catrice-es 24-48 órás Power Stay szemöldök zselé, ami ilyen applikátoros kiszerelésű, amit nem értek, hogy minek, de mindegy. Ez lerobbanthatatlan cucc. Tehát ezt felkened, és ez estig ott marad. Ez nem megy sehova. Ez, ha megszárad, ez nem megy sehova. Gyönyörű, szép színe van. Ez nekem hanyas árnyalat? 0-30-as dark. Ez nem megy. Tehát megszárad, odaszárad, és nagyon gyönyörűen fennmarad egész este. És nagyon meg vagyok vele elégedve. Annyi, hogy ugye így applikátorral nem tudod használni, kell hozzá egy ecset, amivel szépen felviszed és eloszlatod. Úgyhogy ezek a szemöldök termékeim, úgy látom, el is fogytunk. Aztán minél maradjunk a szemnél. Szemceruzák. Maybelline Lash Sensational. Ez a legújabb szemceruzám, azt hiszem. Őt még nem nagyon használtam, viszont nagyon szeretem. Neki ilyen kis furi keféje van, mert nem tudom, hogy ráfókuszál a kamera. Fókuszálj rá. Aha, köszi, így. Szóval olyan keféje van, hogy az egyik oldalán hosszú sörték vannak, ritkábbak, a másik oldalán viszont icipicik és sűrűek. És egyébként tök szép szempillákat csinál, én nagyon szeretem, de most van egy csomó bontott szempilláspirálom, már most ő is bontott nyilván, és szeretném azokat is elhasználni, úgyhogy őt most parkolópályán van, de nem sokára elkövetkezik, hogy ő lesz, amit használok. Aztán Maybelline Colossal Volume. Ő van most a elhasználó sorba. Már nem sok van neki hátra. Őt is nagyon szeretem. Neki ilyen szőrmókos keféje van. Szeretem, nagyon szép pillákat csinál. Ez már nekem most kezd kiszáradni, szóval olyan visszafogottabb pillákat csinál, de nagyon jó, és nagyon sokáig elég egy ilyen szempillaspirál, még ha minden nap használod, akkor is. Aztán Avon Super Shock. Ezek közül az egyiket nem szeretem, nem ez az, a másikat nem szeretem. Ilyen kis mini keféje van,
Nem mini a kefe, mert egy óriás kefe, de a kis sörték ilyen minek rajta. Szépen szétválasztja a pillákat. Ez a fekete, ezt én nagyon szeretem. Ez a Super Shock Volume maszkara. Ezt szeretem. Tök jó akciók szoktak rá lenni az Avonba, úgyhogy tök olcsón ki lehet fogni. Aztán, na őt nem szeretem, Super Shock Max. Ő nekem semmi nagy basszizd azt nem csinál. Pedig ennek is ugyanolyan keféje van. Egy kicsit csavartabb ugye rajta, trükkösebben vannak rajta a szőrszálak, de ez nekem hát semmi maxot nem csinál, szóval ez nem annyira jó szempillaspirál. El fogom használni, nem veszem újra. Aztán a kedvenc az Avontól, az Avon Lux. Imádom ezt a szempillaspirált, ez olyan szép keféket, szempillákat csinál, tök jó ez a keféje. Kicsit homokóra alakú, de csak egy kicsit, és természetes szőrű, vagyis sima sűrű szőrű keféje van. Nagyon jó a gél, amit felvisz a szempillára, nagyon szép szempillákat csinál, tartós, nem potyog, tök olcsó lehet megvenni, ha akcióban van, egyébként ilyen 2000 forint, de nagyon megéri az árát, mert nagyon jó. Essence Super Curl, nem szeretem ezt, nekem ez, na hát ez aztán még ettől is rosszabb, tehát én tudom, hogy sokan szeretik az Essence szempillaspirálokat, én ezt nem szeretem, nem tetszik, amit csinál a szempilláimmal, úgyhogy ezt majd kényszerítem magam, hogy elhasználjam, mert nem szeretem őt. Aztán szemceruzák. Van egy ilyen Bibó Jumbo ceruzám, egy ilyen fekete végű, hát már nem tudom, hogy hova rajzoljak, ami egyébként nem annyira fog, még bőrre se, nem hogy szemre. Meg van egy ezüst színű vége. Az ezüst valahogy krémesebb, a fekete szárazabbnak tűnik, de lehet, hogy csak meg kéne faragni, mert ezt mostanában nem tettem meg. Beteszem őket egy ilyenbe. Aztán Maybelline Kolosszál kagyal ceruza. Ez már nem egy mai gyerek, tehát ezt már használtuk sokat. Azt nem tudom, hogy az ilyen ceruzákat hogy lehet faragni. Valaki írhatna nekem tippet, mert a kitekerős ceruzának, ha nincsen vége, akkor hogy faragjam, és még eddig egy ceruzám sincs olyan, aminek lenne a végén ilyen kis faragó. Úgyhogy ez sajnos elég bédán néz ki, ugye, ahogy használom a szememen. Már egyszer talán törtem is le belőle egy darabot, hogy jobban nézzen ki, vagy jobban lehessen használni, de nagyon pigmentált, nagyon szeretem, mert nagyon szépen fennmarad a szemen. Aztán van nekem 2-3 avonos szemceruzám. Majestic Plump, ez ugye a lila. Szeretem az avonos ilyen kitekerős szemceruzákat, ez egy fényes lila. Aztán van egy Sugar Plump, nem a Majestic, az a sima, a Sugar, az a fényes. És mennyivel másabb a színe? Igen, visszateszem. És van egy Brown Sugar, tehát egy fényes barna. Nagyon szép színű, nagyon krémesek, és aránylag tartósak is. Attól függ, hogy mennyire könnyezik az ember szeme. Aztán, amit nem szeretek, most jöjjön az, Oriflame. Nem szeretem az Oriflame-es ceruzákat, mert nekem ezek szárazak, nem fognak, még bőrre se akar a fehér fogni, pedig most faragtam ki őket. Nem, ezt lehet, hogy elfelejtettem kifaragni, de a fehér része ennek nem fog, pedig direkt azért vettem meg, hogy a fehér miatt, hogy legyen egy jó fehér szemceruzám. Aztán ezeket a krémes barna, vagy világos barna, hát ez is, tehát ha a csuklómra nem fog, a szememmel mit csináljak? Tehát én nem fogom masszírozni olyan sokat, úgyhogy nem vagyok oda érte teljesen. A sötétebb barnája, mintha jobb lenne, mint a világos.
Nem szeretem az Oriflame ceruzákat, úgyhogy nem is rendelek többet. Aztán van egy Rebel Loves Me is barna ceruzám. Egy darabig nagyon bele voltam szerelmesedve a barnákba. Ez egy egészen krémes, jobb, mint az Oriflame, elmondanám, mert ez jobb, mint az Oriflame. És kb. 700 forint, vagy még 400 sincs, nem tudom pontosan, nagyon olcsó. És tényleg jobban fog, mint az Oriflame, úgyhogy kellemetlen. Aztán van nekem egy Lidl-ös 350 forintos fekete, ezt Veres Fanninál láttam. Ő ajánlotta, hogy a Lidl-ös szemceruza tök jó a fekete, úgyhogy meg is vettem következő körbe a Lidl-be. Szemhéjra jó lehet vele rajzolni, de vízvonalban nem jó, mert ez nekem oda száraz és kemény. Viszont, amit nagyon... Van még egy avonosom, kifelejtettem, egy fekete szemceruzám is van az Avontól, egy ilyen kitekerős. Ennek is olyan bungee a hegye, úgyhogy tök jó lenne, ha jönne tőletek egy tipp, hogy lehet ezeket kifaragni. Baromi krémes, baromi puha, nagyon szeretem. Csak a faragásával vagyok gondban, mert ezeknek a végén nincsen olyan faragó, hiába csavargatnám lefelé. Aztán, amit én nagyon szeretek, szemceruza, az Adennek ez a Hypoallergenic Waterproof ceruzái, a fehér, a barna és a fekete. A feketéje már ilyen kicsi nekem, mert mindig ezt használom. Nagyon szeretem. Vízvonalban is nagyon jó, könnyen fel lehet kenni, és nem kell a szemedet szanaszét cintálni. A fehér, az is nagyon jó, bár én nagyon ritkán használok fehéret, azért akartam egy darab jót. Aztán a barna, az is nagyon jó, nagyon szeretem ezeket. Tartósak, könnyű velük kifesteni a szememet. Baromi jól néznek ki, és olcsó, mert ilyen 500 forint még a fodrász kellékesbe is, szóval nem egy bankrablás, amit ki kell érte fizetni. Aztán ezek a szájceruzáim vannak. Avonos, azt hiszem kettő van. Igen, kettő van. Van nekem egy Mystery Move, ezt nemrég vettem, meg egy Pink Kashmir. Mutatom a színét. Ez is kitekerős, és hát mondjuk ezt nem annyira kell hegyezni, mert ugye ennek egyszerűbb a formázása, egyszerűen a szádon. Nagyon jó színe van, ez pont a szám színe. És a Pink Kashmir, hát ez még alig volt használva. Igen, mert ez egy elég pink, tehát én azért ennyire pinkeket nem annyira szeretek, én jobban szeretem a szájszínű rózsakat. Tehát ez már nekem ez már nagyon pink. De fogok még szájceruzát rendelni. Ez a kettő volt a próba az Avontól. Én nagyon szeretem. Ilyen 800 forint körül szokott lenni, vagy 7. Tök jó. Szeretem őket. Aztán van egy csomó eszences. Csomó, hát 3. Vagyis, hogy hazudok, már 4, mert ez egy kitekerős. Ezek tök jó szájceruzák. Kicsit szárazak. Vagy hogy mondjam, szárazabbak, mint a többi. Mindjárt megmondom az árnyalatot is. Hát ez a babarózsaszín, ez nem tudom, hogy nálam szerintem 30 év múlva se fog elfogyni, mert az ilyen babarózsaszín színeket én annyira nem. Van nekem, ha megtalálom, 03-as Blood, 102-es Trumi, meg egy 104-es First Love színű. Szeretem őket, olcsóak, tényleg fognak, lehet vele rajzolni a szádra, tartós is aránylag. Meg van egy ilyen kitekerősöm, ezt nem tudom, hogy vettem, vagy valami csomag. Ó, van benne faragó, jesszus, meg vagyok mentve, jó van. Ó, ezt még nem húztam szét, pedig már az előbb tekergette. Ó, de jó, Istenem, az Essence megmentette a csapatot. Jaj, de jó. Na szóval ki tudom faragni, akkor nem tudtam, hogy van benne. Most, ahogy itt faragtam a ceruzákat, már tekergettem ide-oda az összes ceruzát, és egyiknek se volt a végén. Ú, azt meg nem tekertem ki. Hát ez is ilyen nagyon rózsaszín, de nagyon krémes, és nagyon szeretem. Az állagát, a színét annyira nem, de szükségem lehet még egy ilyen színre, úgyhogy
Ó, hát ez megmentette a csapatot, jó van, megoldódott a dolog. Hát ennek most nagyon örülök. Van egy 2 literes ceruzám, ugye ehhez volt egy folyékony matrózs is, ennek is baromi jó színe van. Nagyon tetszik. Ez ilyen sötétebb rózsaszínes. Meg van egy riválos lip linerem. Plump Wine 09-es. Hát igen. Ez... hát ez nem jó. Tehát ez nagyon száraz, borzasztó száraz. Úgyhogy ezek a ceruzáim vannak, ezek a szempillaspiráljaim. Ennyi a jelenlegi készlet. Úgyhogy ezek vannak most nekem. Jövőre biztos, hogy fog változni a téma, mert mindig kinézek valamit, amit meg tudok venni, szóval köszönöm, hogy megnéztétek a videót, tartsatok velem legközelebb is, millió puszi mindenkinek, sziasztok!